Balaton csillagvizsgálóban tudunk fogadni csoportokat. Van egy 50 fős előadóterem, ott tartunk egy ilyen vetített képes előadást. Utána pedig meg lehet nézni a szakkori szobába egy kis kiállítást. Természetesen a legérdekesebb az, hogy fent a kupolába pedig a távcsövekkel akár nappal is lehet csillagászkodni. Van egy olyan távcsőnk, amelyre egy napszűrőt fel lehet szerelni, és azzal a napfoltokat, fáklyákat, naptevékenységet meg tudjuk nézni. Hát természetesen akár éjszaka, akár nappal a derült idő azért szükséges, mert még a világ legnagyobb távcsövei sem látnak keresztül a felhőkön. Hogyha este jön a csoport, meghallgatják ezt az előadást, megnézik a kiállításunkat, sötétedés után feljönnek a csillagvizsgálóba, büfébe elfogyasztanak egy teát, kávét, utána pedig fenn a csillagvizsgálóban az aktuális látomolókat szakszerű magyarázattal ellátva meg tudják nézni a új, modern távcsövénkkel a csillagvizsgálóban. A csillagászat az ilyen szép, nyugodt hobbi, akár több órát is el tudnak tölteni, mert mindig olyan sok látnivaló van. Aki még nem nézett távcsőbe, azért, aki nézett távcsőbe, az már tudja, hogy mit várhat tőle, de ez mindig van, mindig új látnivalók vannak. Hát szerencsés olyan időpontot választani, hogy amikor a hold éppen első negyed környékén van, mert az a leglátványosabb, és aztán láthatók ugye a bolygók, kettős csillagok, csillagködök, halmazok, tehát mindig van az égbolton valamilyen különleges érdekesség. Egy nagyon jól felszerelt 6 méter átmérőjű kupolába tudunk bemutatásokat tartani, óragéppel ellátott és számítógép vezérelt távcsővel. Van egy lencsés távcső és egy tükrös távcső, a lencsés az egy kicsit kisebb, azzal lehet a kettős csillagokat, halmazokat, ködöket megfigyelni. A nagyobb távcsővel pedig az egy 30 cm átmérőjű távcső, azzal pedig bolygókat, holdat, esetleg mély objektumokat tudunk bemutatni. Különböző nagyításokkal, különböző szűrőkkel. Mellettünk található a Balatonuszoda, balra az épülettől található egy füves futballpálya, jobbra pedig a Serpa kalandpark, ahol bobpálya, mászópálya és festéklövészet található. Jobbra mellettünk teniszpályák vannak, tehát itt lehet szervezni olyan programokat, hogy nem csak itt az épületen belül kulturális, csillagászati előadást hallgathatnak, láthatnak, hanem itt a környezetben egy klassz kirándulást, egy klassz programot tehetnek, és hogyha itt megéheztek és megszomjaztak, akkor a csillagfény kávézó áll a rendelkezésükre. Célunk a líder szellemiség egyében kulturális, közösségi és ismeretterjesztő programok szervezése, civil és vállalkozói tanácsadó szolgálat működtetése, közművelődési programokkal, állandó és időszaki kiállításokkal várjuk látogatóinkat.